Három generációval az egészségért. Egy program, mely az egészségügyi alapellátás fejlesztését, valamint az alapellátásban résztvevő szereplők együttműködését állítja középpontba, bevonva ugyanakkor a szakellátást, az egészségfejlesztési irodákat, valamint a területi és települési önkormányzatokat. A programnak szoboszlói résztvevői is vannak. A jó egészség védelmének egyik eszköze a krónikus, nem fertőző betegségek megelőzése, kezelése, a káros egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményeinek mérséklése. Ehhez eléréséhez bizonyos tevékenységeket központilag meg kell tervezni, irányítani és koordinálni. Ebben segít a három generációval az Egészségért program. Öt házi orvos konzorciumra lépésével sikerült beadnunk egy pályázatot a három generációval az Egészségért elnevezésű program keretén belül, amelynek négy hajdúszoboszlói felnőtt házi orvosa tagja, illetve egy nádudvari gyermekorvos. Berecki Beáta, Fucskó Csilla, Kovács Petronella és Borbás Viktor, valamint dr. Sipos Tímea azok, akik részt vesznek a programban, aminek célja elsődlegesen a szűrési feladatok megerősítése, a magyar lakosság egészség értésének javítása és egészséges életmódjának elősegítése. Ez ugye több hónapon keresztül húzódó szűréseket jelent, így megfelelően tudják a hajdúszoboszlói lakosoknak a szűrését elvégezni. A pályázati program elősegíti a szervezet célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok magas színvonalát. A pályázat legfőbb előnye talán az, hogy a lakosságnak ez semmibe nem került, tehát teljes mértékben az állam finanszírozza a mi segítségünkkel. Kimondottan a kardiovaszkuláris rizikó tényezőknek a csökkentésére lehetett vásárolni eszközöket, illetve annak a kiszűrésére. Tehát gondolok én itten holter monitorok beszerzésére, ABPM, ami 24 órás vérnyomás mérést jelent, digitálisan telemedicinás készülékek, mint hogy vérnyomásmérő vagy vércukormérő, amit betegeknek ki tudunk adni, de transztelefonikus EKG, amivel a mentősöknél lehetett találkozni, vagy szénmonoxid mérőt is sikerült beszerezni, illetve Bokakar indexetből is egyet lehetett kérni, ami a artéria, illetve perifériás érszűkületnek lenne a legfőbb indikátora, hogy ezt megcsináljuk, ezt a vizsgálatot. A betegek szempontjából, illetve a pácienseink szempontjából folyamatos lesz az eredmény, de évek, évtizedek alapján fog az kiderülni, hogy mennyire volt eredményes, tehát mennyivel kevesebb volt a halálozás, mind kardiovaszkuláris, mind daganatos megbetegedések területén. A házi orvosi, valamint házi gyermekorvosi praxisok együttműködésében is megvalósulhat a program. Mindkét esetben központi elem az alapellátás fejlesztése, valamint a szakellátás. A legelsődleges talán a kardiovaszkuláris rizikó szűrés, ennek benne foglalhatódik mind az anamnézis felvétel, mind a Bokakar index mérése, esetlegesen demencia vizsgálat, különböző módszerekkel, pitvafibrilláció vizsgálata, illetve ezek során után meg családi és heteroanamnézis, és ezek után pedig akkor különböző klasszifikációk alapján be tudjuk sorolni az adott beteget az adott rizikó státuszba, aminek megfelelően, amennyiben szükséges, akkor tovább küldjük őket a megfelelő helyekre, így mind neurológiára, mind kardiológiára, vagy esetleg csak belgyógyászatra, vagy angiológiára. Különböző szűrővizsgálatokat fogunk preferálni a betegek körében, amit az állam egyébként is szeretne, hogyha megtörténnek. Itt leginkább a mammográfiás szűrés, a kolorektális daganatok szűrése, ami 2 éve indult el, és most jelenleg mind a 4 házi orvos benevezte a saját páciens garnitúráját, vagy a méhnyakrák szűrés is ugyanígy. Ezen kívül még külön vállaltuk még a melanoma szűrés különböző kérdőívek alapján, frax kérdőív alapján a csontritkulást szeretnénk megszűrni, ez viszonylag nagy betegszámba, akár 1000 főnél is, és a megfelelő értékeknél természetesen tovább küldjük a reumatológiára, illetve DEXA vizsgálatokra. Különböző embereket is alkalmazunk azért, hogy komplexebb legyen az egész szűrőrendszer, tehát diabetológus, neurológus, nőgyógyászt, gyógytornászt alkalmazunk, dietetikus, szakpszichológust, és akkor különböző egyéni csoportos terápia vagy előadások formájában lesznek az oktatások. Itt az előadásoknál leginkább a fiatalabbakra gondoltunk, tehát a
3 középiskolába fogunk ellátogatni, és akkor ott lesznek az előadások, az elhízás, a mozgás fontosságára való felhívás. A pályázattal kapcsolatban több szervezet között is megindult az együttműködés. A pályázat keretében vállaltuk, hogy együttműködünk a Hajdúszoboszlói Szociális Központtal, valamint a Hajdúszoboszlói Sportegyesülettel.